Williams Televízió. 3-0-ás győzelmet aratott legutóbbi mérkőzésén a Vecsési Futballklub Tápió Szecső csapata ellen. A legutóbbi összecsapásokat a klub elnöke értékeli. Hát az utolsó 4-5 mérkőzésünk az nagyon meghatározó volt a bajnokságban. Bátran mondhatom, hogy nagyon sok jó csapat van a megye egyben, de akikkel játszottunk az utolsó pár mérkőzés, Dabas, Pilis, Gödöllő, ezek azok a csapatok, Biatorbágy, akik szerintem a megye első osztályban meghatározó szerepet játszanak. Tehát elég nehéz sorsolásunk volt, ugye tudtuk, hogy a tavasszal ez ilyen lesz. Hát a csapat szereplése, azt nem tudok mondani, hogy lehet volna jobb is, egy picit, elég sok X mérkőzést hoztunk, sok pontot vesztettünk, viszont nem tudok a fiúkra semmi rosszat mondani, mert a takaráshoz meg volt, küzdöttek, harcoltak, a csapatok ilyen jók, akikkel játszottunk. Tehát tudni kell azért, hogy mindenki a Vecsét szeretné megverni, mindenki az elsők, és hát előre mindenki másképp áll föl, másképp játszik, másképp gondolkodik. Nagyon sok izgalmas meccsünk volt, ugye volt 2 győzelmünk és 3 döntetlenünk az elmúlt 5 mérkőzésben. Ebben voltak olyan döntetlenek, ami nagyon értékes mindegyik. Akár gondolok itt a Pirisre, gondolok itt a hazai pályánkon lévő Gödöllőre, nagyon erős csapat, fiatalok, hajtós csapat, nagyon-nagyon erős kis csapatról van szó. Ugye akár gondoltok Dabasra is, mert ők is nagyon rookie csapatot mutattak. Ugye ott visszajátszott a nagy csapatból egy 2-3 játékos pont ellenünk. Miért nem, hogyha nem a Vecsés ellen játszott volna, akkor viszont milyen jó lett volna. Viszont Biatorbágyon gyönyörű szép sikert alattunk, és most Tápió Szecsőn is egy gyönyörű szép győzelem volt, mert a Szecső is, az is egy meghatározó csapat volt most ugye tavasszal, mert igazából, hogyha most néznénk a bajnokság most indult van a tavasszal, akkor a Szecső az első lenne. Ugye kiesés elől menekül, és utóbbi időben 5 győzelme volt neki, és hát ugye úgy gondolták, hogy minket is sikerül megverni, hát hál' Istennek nem sikerült. Az eredmények azt mutatják, hogy összeállt a csapat, és minden ponton rendben van? Nem mondhatnám, hogy mindenben rendben vagyunk, mert sok a sérültünk. Tehát 4-5 játékosunk, meghatározó játékosunk hiányzik. Gondolok itt Novák Alexra, gondolok itt Molnár Zolira, gondolok itt Rajdára. Ezek mind átestek térműtéten. Tehát sérülés hullám övezi a csapatot. Viszont reméljük már, hogy most már az Alex is, meg a Molnár Zoli is talán halszra készen tudnak lenni. De Rajdán biztos, hogy nem tud játszani, még neki múlt héten lett műtve a tér, de tehát nem mondhatom azt, hogy minden oké. Sőt, itt a múlt héten az egész csapatot egy ilyen vírusos, hasmérses, hányasos hullám kapta el. Szerettük volna eltolni a mérkőzést, a Szecsői mérkőzést kértük, hogy halasszuk el. Nem mentek bele, nem fogadták el. Igazából ezt lehetett látni a padon is, mert nem nagyon volt tartott játékosunk. Tehát elég sok játékost elkapott ez a vírus. De hát ettől függetlenül, akik játszottak le a kalappal, hoztuk a mérkőzést, 3-0 volt. Leszámítva majd ennek a hétnek az időjárását, a tavasz lassacskán már kedvez a szabadtéri edzéseknek is, illetve a nem műfüves pályás edzéseknek is. Hol zajlanak a felkészülések? Hát a felkészülések itt a Vecsési futballpályán zajlanak. Most már a világítás szempontjából ugye nagyon jól vagyunk, mert már nem kereste világítást használunk, így ugye egy pályával többet tudunk használni. Hát a center pályát, amit tudunk használni, hogyha nagyon-nagyon rossz állapot van, akkor edzőpálya, vagy esetleg a műfű, de hát utóbbi időben hál' Istennek nem kellett. Sikerült mindig az edzőpályán edzést tartani. Mikor és kik ellen lesz a következő mérkőzés? Most szombaton játszunk hazai pályán, és a Halászterek jön hozzánk. Az a Halászterek, akitől ősszel kikaptunk 1-0-ra ott idegenben. Hát remélem, hogy egy jó kis mérkőzést látunk, és szerintem, hogyha minél többen kijönnének a hazai mérkőzésünkre, és csapatnak szurkolnának.